Sziasztok srácok! Ez a mai videó nem lesz egy hosszú videó, viszont a hétvége folyamán azért történtek dolgok, jöttek ugye leakek, kiderült, hogy hogy fog kinézni a Deathstroke Glider, a Batman Glider, azt is tudjuk, hogy mikor fog visszatérni Travis, Marshmallow és Major Lazer. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Supercryptor kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Glider, ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Mint tudjátok, a Batman Fortnite képregény most kedden jelenik meg az első, amiben ugye Harley Quinn lesz, viszont ugye kódot nem tudunk szerezni, csak Amerikában lehet, digitálisan. Persze különböző oldalakon már meg lehet venni előre a kódokat, viszont elég drágák. Ez azért is van így, mivel a Harley Quinn egy időben nem kerül be az item shopba, vagyis ezen a héten nem fog bekerülni a shopba, elvileg később fog csak jönni, hónapok múlva. Az Epic Games oldalán az van írva, hogy június végén kerül be a skin az item shopba, de aki ugye hamarabb meg akarja vásárolni, az megteheti különböző oldalakon, aki kódot akar venni. A skin valószínűleg 1500 V-Bucks lesz, mert általában az ilyen crossover skinek ennyibe szoktak kerülni. Kiderült, hogy hogyan fog kinézni a második képregényhez járó Batman Glider? Hát, így fog kinézni. A jó hír az, hogy a Harley Quinn-en kívül az összes cuccot egyből meg tudjuk vásárolni az item shopba, valamiért a skint döntötték úgy, hogy exkluzív marad egy-két hónapig, a többi az akkor fog bekerülni az item shopba, amikor megjelenik a képregény. A harmadik képregényhez ugye Macskanőnek a csákánya lesz, de ezt már mutattam nektek. A negyedik képregényhez Deathstroke-nak a glider-e lesz, ami így néz ki. Az ötödik és a hatodik képregényhez nem tudjuk még milyen jutalmak járnak, remélhetőleg azért még lesznek skinek. Azért arra kíváncsi lennék, hogy ezt a macskanőt bemernék-e rakni az item shopba, mert ha igen, szerintem azért rengetegen megvennék. Pár napja jött a hír, hogy az aktív Crewpack tulajdonosoknak 3 hónap Spotify Premium jár ingyen. Aki április 22-től június 30-áig vásárol a Crewpacket, az kap 3 hónapnyi ingyenes Spotify Premiumot, de sajnos ez Magyarországon ismételten nem lesz elérhető, szóval ez nekünk nem jelent semmit. Viszont ha jobban belegondoltok, a Spotify ugye az arra jó, hogy zenét hallgassunk. És mint tudjuk, a hónap végére lehet számítani Travisre, Marshmallowra, illetve Major Lazerre. És mivel DJ-kről és zenészekről van szó, így hát meg lehet, hogy április 22-től egy jó darabig meg tudjuk őket vásárolni az item shopba, szóval ez is egy ilyen promóció része lenne. Szóval a tippem szerint nálunk április 23-ai item shopba kerülhetnek be ezek a skinek, persze ez is csak pletyka, nem biztos, hogy ez így lesz, de szerintem teljesen logikus lenne, hogy a Spotify Premium-os promóció elindul, ezzel együtt a zenészek is bekerülnének az item shopba. A hétvégén egyébként jött egy kis fegyverváltozás, ugyanis az SMG-ket, a bovokat, illetve a Recyclert erősítették. Az összes SMG sokkal erősebb lett és gyorsabb, a Recycler erősebbet sebez, illetve a bov, vagyis az I, fejbe nagyobbat sebez. Elvileg a makeshift fegyverek is pontosabban lőnek, illetve még több crafting partot lehet találni a földön, és kevesebb makeshift fegyver, szóval több a pump a földön, szerencsére. A hétvégén lett volna az Aloy Lara limitált LTM, viszont valamiért elhalasztották, nem tudtam, hogy miért, mert nem voltam gépközelben. Annyi a lényeg, hogy a mai nap folyamán kerül be az LTM, amit szerintem érdemes ezt kipróbálni, mert kerül be egy olyan fegyver, egy olyan íj, ami még nem volt bent a játékban. Hát srácok, ennyi lett volna az a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkoztok fel, amíg nem vagytok. Ugye a képregénynek az első kötete ezen a héten jelenik meg holnap. Megpróbálom majd lefordítani magyarra, azt nem tudom, hogy ezt YouTube-ra felrakhatom-e, vagy hogy lesz, de Discordon 1000%, hogy meg tudjátok majd tekinteni a magyar lefordított képregényt, úgyhogy aki nem Discord tag és kíváncsi a képregényre, az lépjen majd fel. Viszont én mára mentem, köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, Ghost Rider voltam, sziasztok!